Nálunk van a legjobb minőségű hó a világon, mondták a románok, amikor az elmúlt télen országszerte megszűnt a tápfűtés. Ha a fűtőtestre tesszük, nem olvad el. Ezekben a hónapokban állandóan zsúfoltak voltak a buszok. A magángépkocsik közlekedését 2,5 hónapra betiltották az energiatakarékosság jegyében. A bukaresti krematórium. A kemény tél különösen az idős és beteg emberek körében követel sok áldozatot. A fiatalok és az egészségesek el tudtak szaladni a hideg tél elől. Egész Bukarest kocogott, ha nem is teljesen szabad akaratából. Ezekben a hőközpontokban elzárták a csapokat, hogy az ipar teljes gőzzel dolgozhasson. Ismét keresett, értékes cikké vált a lovaskocsikon ide szállított fa. A fázó emberek fejszékkel felfegyverkezve estek neki a városi parkoknak, ligeteknek, hogy így szerezzenek maguknak tűzifát. Sok sétatéri pad is áldozatul esett a pusztításnak. Ahol lehetett, a nyílt utcán rakott tüzek köré gyűlt a lakosság melegedni. Az 1985-86-os tél oltárán hozott fagyáldozat azonban csak egy volt a sok megpróbáltatás közül, amellyel Romániának az utóbbi időben szembe kellett néznie. Az emberek évek óta reménykednek a helyzet jobbra fordulásában, és fölteszik a kérdést, vajon mi az oka az ország léptennyomon tapasztalható elromlásának, pusztulásának. A párt és az államvezetője Nicolae Ceaușescu egy 3 évvel ezelőtti nagy gyűlésen. A küldöttek kórusban éljeneznek. Ceaușescu és a párt, Ceaușescu és a béke, románul Ceaușescu pace, de egyre többet valahogyuk ezt így is. Ceaușescu pane, Ceaușescu adj kenyeret. A kondukátor egy jelszót kiállt a tömeg közé. Éljen a munkásosztály szolidaritása. Tőle balra felesége Elena a rezsim második száma embere, 67 éves. Az irodalmi Nobel-díjas Elias Canetti ezt írja a Tömeg és Hatalom című könyvében. A hírnév mindig maga köré gyűjti a maga ünneplő tömegeit. E tömegek, amelyek kielégítik a hódolatra áhítozó vágyait, árnyékok. Neve önálló, mohó életet él. Néhány hónappal azután, hogy ezek a felvételek készültek, 1984 nyarán hírek terjedtek el egy sikertelen katonai puccsról. Azóta több mint egy tucat magasrangú katonatiszt eltűnt a színről. A házaspár fia Nicu Ceaușescu ifjúsági miniszter. Tőle balra az akkori honvédelmi miniszter Constantin Olteanu. Nicu Playboy hírében áll. Nőügyeiről és ivászatairól sok szóbeszéd kering. Ezeknek a manököknek most igencsak össze kell szólítani a fókat. 1985 márciusában vagyunk, és a hölgyek a jéghideg teremben a nyári divatkollekciót mutatják be a nyakig begombolkodott közönségnek. A modellek viselői pedig libabőrösen vacognak. Ötös márciusi napokban az emberek úgy vélték, túl vannak a nehezén. Az utcán az első tavaszi virágokat árulják. Az emberi remény elpusztíthatatlan. Egyszer csak el kell jönniük a jobb időknek, egyszer minden véget ér. A kemény tél kolduló gyerekeket is kiűzött az utcára. Pedig milyen büszkén hangoztatta a kelet-európai kommunizmus, hogy a szegénység ilyesfajta szélsőségeit sikerült felszámolnia. Romániában azonban újra visszatér a múlt. A cigány gyerekektől időben és térben alig néhány lépésnyire. Őt ünneplik.
1985. március 29-én a parlamentben, ebben a nemzeti színű címerrel díszített skatujában harsogó szavalókórusok éljenezték Ceausescut és egy egyedülálló kommunista jogar, a hatalom jelképe. A nemzetgyűlés ismét megerősíti Ceausescut államelnöki tisztében. Az ezt megelőző parlamenti választások során először fordult elő, hogy az ország kulcsfontosságú megyében 5-7% ellenszavazatot is összeszámláltak. A népi demokratikus választási rendszerben, amelyben a 99%-os választási győzelem számít normálisnak, ez az 5-7%-nyi ellenszavazat egy vereséggel is felér. A kondukátort, mint mondják, mélyen megrázta ez a választási eredmény. Személyében érezte sértve magát, de itt már a hatalom koronázási jelvényeit veszi át. Ez a 12 évvel ezelőtt bevezetett uralkodói joga egyedülálló a kommunista világban. Azt jelképezi, hogy Ceausescu nem csupán állam és pártvezetőnek tekinti magát. Románia büszke a római korban visszanyúló múltjára. Ceausescu a történelmi örökség őrzőjének és folytatójának szerepében tetszeleg. Kondukátor a római császárok közvetlen utódjának, egy késői Cézárnak tekinti magát. A nemzetgyűlési képviselők feleskedése. Esküszöm, valamennyiüket egy központi listán választották tisztségükbe. 90%-uk kommunista párt tagja. E parlament valójában nem parlament, csupán ornament. Azután ő tesz esküt. Esküszik, ígér, esküdözik. Szavaiból egy ragyogó Románia képe rajzolódik ki, ahol a szocializmus diadalmasan győzedelmeskedett. De a Ceausescu korszak diadaléve valójában műanyagból készült, és belül üresen kong. Mit is élt el Románia ez alatt a 20 év alatt? Ceausescu öndicsérete és a román szocialista köztársaság valósága között mély szakadék tátong. Pedig milyen reményteljesen kezdődött minden? Itt, ebben a házban látta meg a napvilágot Nikolaj 1918. január 26-án. Szülei Andrutta és Alexandra Ceausescu szegény parasztok voltak. 14 éves korában cipészinasnak állt. Nem sokkal később csatlakozott a kommunista ifjúsági mozgalomhoz. Az idők során tehetséges szónoknak és ügyes szervezőnek bizonyult. Letartóztatták, börtönbe került. Itt a Dohtanai fegyintézetben ismerkedett meg a kommunista párt vezetőivel, élőkön a foglalkozására nézve vasutas Gyorgya Gyurgyiudéssel. És ekkor egy csendőrhadnagy, mivel ő nem volt hajlandó elárulni az elvtársait, a nyelvénél fogva megragadta és vonszolni kezdte. E kínzás óta, amikor nyelvét félig kitépték, igen nehezére esik a beszéd. Az egyetlen fotó, amely rabsága idejéből fennmaradt. Többször szabadon bocsátották, majd újra letartóztatták. Egy időben apjánál vidéken bujkált. Ezen a képen 30 évvel később láthatjuk kettejüket. 1939. május 1-én az ifjú agitátor éppen szabadlában volt. A május 1-i munkás felvonuláson ismerkedett meg Elena Petrescuval, egy vendéglős lányával. Ezen a május 1-én Elenát május 1 királynőjévé választották. A felvonuláson és az azt követő népünnepélyen a szocialisták és a kommunisták vettek részt. Und wer war der treibende Kraft in dieser Beziehung bei der 1. Mai waren die Sozialisten und die Kommunisten. Sorszerű találkozás volt ez. Nikolaj Ceausescu is újra letartóztattak, és csak a vörös hadseregben vonulásokat bocsátották szabadon. Ekkor feleségül vett Elenát, és teljes energiával a párt szolgálatába állt. Huscsov hivatalos látogatása Bukarestben. Georg Újtésnek, a párt és a kormány vezetőinek sikerült meggyőznie őt, hogy a továbbiakban nincs szükség szovjet csapatok állomásosztatására a megbízható Romániában. 1958-ban a szovjet csapatok kivonultak. Válás román módra. Georg Judésnek jó oka van a nevetésre. Immár ő az úr a házban. Árnyékában közben második emberi tornázta fel magát, Ceausescu, akit itt az 1964-es nemzeti ünnepeseményei látunk. 1965. március 19-én elhunyt Georg Judés. A párt új vezetője a gyászszertartáson a ravataltól balra látható Ceausescu. Ezt megelőzően különböző miniszterhelyettesi posztokat, majd a párt központi bizottságának szervezéséért felelős titkári funkcióját töltötte be. A
párt és az állam legfelső vezetésének tagjai, akik itt még vele együtt viszik a koporsót, hamarosan sorra eltűnnek a színről. George Udistnek még az emlékét is kitörlik az ország hivatalos emlékezetéből. Pedig valamikor ő volt a kezdeményezője Románia önálló politikai vonalának. Ezért is láthatjuk itt a temetésre meghívott vendégek között a kép jobb szélén Csuenlai Kínia miniszterelnököt. Az első nemzeti ünnep Georgi Udés halála után. Ceausescu folytatja az irányvonalat, 1967-ben már ő az államtanács elnöke is. 1968. Ceausescu a prágai tavasz vendége. Ezzel is jelezve, hogy támogatja Dubček reformkommunizmusát. Augusztusban Románia a Varsói szerződés egyetlen tagországa, amely Moszkva nyomása ellenére nem vesz részt a Csehszlovákia elleni invázióban. Ceausescu egy nappal az invázió után egy bukaresti tömeggyűlésen bátran kiáll amellett, hogy minden ország a maga választotta úton jusson el a szocializmusba. Karrierje csúcspontján jár ekkor. Az országban is fellendülést tapasztalhat. Az ellátás viszonylag jó, a Fekete-tenger partján nyaranta tolongnak a devizát hozó külföldiek. Miután 1974 nyarán megválasztották az újonnan kreált köztársasági elnöki funkcióba, itt most magánemberként mutatkozik népe előtt. Feleség Elena, aki egyébként vegyész, újonnan megválasztott kávétagként első lépéseit teszi a politika porondján. Csemetéjük Niku úgy látszik, már ekkor is kedvelte a feltűnést. Lányuk Zója Elena rendkívül csinos. Ceausescu pedig láthatóan büszke családapa. Nem Erdély sötét erdeiből, hanem belülről, Ceausescu emberi tulajdonságaiból fakad a víz, amely az országot fenyegeti. A családi idill csalóka. Ceausescut úgy tűnik, valami belső kényszer hajtja, hogy a korábbi évek szenvedéseit és megaláztatásait ne csak pazar villákkal kompenzálja. Nem elégszik meg csupán a hatalommal, nagyságra, hírnévre, nemzetközi elismerésre vágyik. Arra, hogy szüntelen taps és ováció kísérje. Bármerre jár, mindenütt virágként akarja leszakítani a dicshimnuszokat. Megkezdi világ körüli utazásait. Volt olyan év, amikor kereken egy tucat országot keresett fel. Minden államfő személyes ismerőse. A bukaresti Nemzeti Múzeumban hatalmas, kivilágított tábla mutatja be minden egyes külföldi útját. A szándék világos és gondosan kivitelezett. A hatás mégis egy hatalmas pókháló középpontjában Romániával. Ürítsük poharunkat a hivatalos állami látogatás sportágának világbajnoka egészségére. 1981. júniusában Ceausescu Ausztriát tiszteli meg látogatásával. Úgy tűnik, ekkor még nem csillapodott a világ iránti éhsége. Felesége Elena ekkor már miniszterelnök helyettes és politikai bizottsági tag. Odahaza Romániában Ceausescu szorgalmasan ápolja a dák római örökség hagyományait. A Nemzeti Múzeumban látható két mellszobor és a fölöttük függő képmás a római imperátorokkal való rokonságát hivatott érzékeltetni. Trajánus császár a Krisztus utáni első századforduló körül leigázta mai Románia területén élt dák törzseket. 170 évvel később a rómaiak visszavonultak erről a területről. Az itt maradt dák-római keveréknép túlélte a népvándorlást és a keletről jövő hordák pusztítását. Belőle alakult ki később a román nemzet. Ceausescu más történelmi személyiségek mellett Vlad Tepest is rehabilitálta. Hogy ki volt ő, Vlad Dracula fia és a 15. századi oláh fejedelem. Róla mintázták a később oly sok film és regény hírhet hősévére Dracula grófot. Mivel oszmán birodalombeli ellenségeit korábban karóba húzatta, Karós Vladnak is nevezték. A személyhez fűződő emlékhelyeket például a brani várkastély Ceausescu restauráltatta. Ceausescu szemében Karós Vlad igazságos uralkodó és nagy román hazafi volt.
Az erdélyi havasok ott láthatók Románia címeiben. Az uralkodói cím a II. Világháborúig csak nem mindig dinasztikusan öröklődött, és ez a hagyomány úgy tűnik, most folytatódik. A Ceausescu házaspár sok fontos politikai posztot rokonsága tagjainak juttatott, hogy a családfő személyes megbízottjaiként kiki a maga helyén biztosítsa a status quo fennmaradását. A 36 éves Likud központi bizottsági tag és miniszter. A házaspár fogadott fia, Valentin, fizikus és nem érdeklődik a politika iránt, akárcsak Liku húga, zója Elena. Marin, a legidősebb Ceausescu testvér, Románia bécsi kereskedelmi missziójának vezetője, Ilie Ceausescu honvédelmi miniszter helyettes, politikai főcsoport főnök. Ion Ceausescu mezőgazdasági miniszter helyettes és a PÁK pénzügyi osztályának vezetője. Egy további Ceausescu testvér, Nikola Angutta, tábornoki rangban belügyminisztérium tiszti akadémiájának parancsnoka. Florena Ceausescu újságíró a PÁK központi lapjánál. Huga Maria állítólag Manea Manescu helyettes államelnök felesége. Egy másik húg Elena, országos iskolai szakfelügyelő, és Vasilije Barbulescu kávétak felesége. A harmadik lány testvérről, Nikolináról nincsenek információk. Elena Ceausescu öccse, George Petrescu, miniszterelnök helyettes. Örök testvériségben, tudjuk, pillantása átfogja jövőnk látóhatárát. Ez az idézet egy Ceausescu dicsőítő versből származik. A megénekelt pillantás azonban úgy látszik nem elégedett meg az említett látóhatára. Ceausescu újabb gigantikus feladatot fedezett fel, amely nevét még inkább bevésni az örökké valóság emlékezetébe. Az 50-es évek elején több tízezer fegyenc bevetésével hozzákezdtek egy a Dunát a Fekete-tengerrel összekötő csatorna építéséhez. Az építkezést később leállított, de addigra már több ezren belepusztultak a megfeszített munkába. 23 évvel később Ceausescu félmillió munkás és katona bevetésével újból belekezdett a terv megvalósításába. Hatalmas erőfeszítések után 8 év alatt el is készült a nagy mű. A munkálatok során 300 millió köbméter földet mozgattak meg többet, mint a háromszor hosszabb Szuezi csatorna építésénél. Az átszámítva 40 milliárd siling költségű beruházás megkezdésekor arra számítottak, hogy a csatorna évi 75 millió tonnányi áru teszi majd lehetővé. Ez annyi, mint a Duna egész folyásának teljes évi forgalma. 1984-ben mindössze 6 millió tonnányi áru haladt át a csatorna vízi útján. 1984. május 26. a Fekete-tengeri csatorna ünnepélyes megnyitása. Ceausescu izzó hangulatú beszédében országa alkotó erejének szimbólumoként emlegette a vízi útat. A nem román dunai hajózás szempontjából azonban a csatorna inkább az elhibázott és teljesen értelmetlen tervezés szimbóluma. A csatorna kijáratánál ugyanis nincs lehetőség a folyami hajókból a tengerjárókra való átrakodásra. Ezt egyszerűen kifelejtették a tervből. A dunai hajók számára pedig túl kockázatos lenne kimerészkedni a nyílt tengerre, hogy eljussanak a három tengeri mérföldre lévő Konstanca kikötőjébe. A megnyitót követő nemzeti ünnepen hatalmas élőképekben idézik fel a csatorna megnyitásának történetét. Matej Hajduku, a nyugatra szökött román titkos ügynök különböző sajtónyilatkozataiban kijelentette, hogy Románia további monstre tervének finanszírozásához szokatlan, sőt törvénytelen eszközöktől sem riad vissza. Következő nagy lépésként a kondukátor a jelek szerint a Dunadelta vidékét szemelte ki. Mihály szépsége egyedülálló, 100 hal és 250 különböző madárfajával a világ legnagyobb és legsűrűbb összefüggő nádasa ez a vidék. A felvételeken még olyannak látjuk a deltát, ahogyan a természet szerelmesei és a horgászok ismerik. Pelikánok, horgonálok, ritka kócsakfajok, farkasok és vadmacskák honosak e vidéken. Az ember és a természet közötti harmónia zavartalan, de már nem sokáig. A delta egyharmadát a mezőgazdasági termelés szolgálatába állítják. Állattenyésztő telepek, tejtermelő üzemek, konzerv és papírgyárak települnek ide. A munkálatok már meg is kezdődtek, véget vetve a táj békéjének. Pedig Romániának enélkül is bőségesen elegendő 15 milliárd hektárnyi termőterület áll rendelkezésére. Csak hogy a szinte teljesen állami kézben lévő mezőgazdaság évről évre nagyobb veszteségeket produkál. Itt azonban még ennél is nagyobb veszélyről van szó. Ő maga a Duna, írja az egyik pártköltő Ceausescuról. És amint láthatjuk, ezt ő maga el is hiszi. Álmainak hálóját immár Európa legnagyobb folyójára is kivetette.
A delta vidéket ökológiai katasztrófa fenyegeti, de ez ellen itt senki nem fog tiltakozni. Matai Nikolaj, a román környezetvédelmi tanács titkára szerint a párt és a pelikánok közötti harmóniát semmiféle veszély nem fenyegeti. Romániában a környezetvédelem és az ezzel foglalkozó nemzeti tanács eszméje Nikolaj Ceausescu elvtárstól származik, mondja Matai Nikolaj. Hazánkban alig akadt komolyabb környezetvédelmi probléma. Főtitkárunk Nikolaj Ceausescu elvtárs ugyanis nagy gondot fordított arra, hogy tökéletes összhangot teremtsen a gazdasági, társadalmi fejlődés és a természeti környezet között. A Delta projekt tervezett beruházási költsége átszámítva mintegy 30 milliárd shillingberú. És hogy ehhez honnan teremtik elő a fedezetet? A már említett Matai Hajdukú egykori titkosügynök szerint egy hivatalos bukaresti állami vállalat bárkinek bármekkora összegről hajlandó fiktív számlát kiállítani nem létező szolgáltatások vagy szállítások belégeként, aki hajlandó a szóban forgó összeg 10%-át a vállalatnak, tehát az államkasszába befizetni. Szükség is van a pénzre, hiszen Ceausescu harmadik számú nagy álmának megvalósítása költségei tekintve is túlszárnyal minden eddigit. Bukarest régi negyedében járunk. Hasonló képet mutatott nem is olyan régen a szomszédos Uranus városnegyed is. Ám a feudális vagy polgári múlt emek kőbeöntött műemlékei nem feleltek meg a korszak ritmusának. Ehhez járult még hozzá az a tény is, hogy a cézárok mindig is igyekeztek épületek formájában megörökíteni nevüket az utókor számára. És íme itt az Uranus városnegyed helyén felépítendő gigantikus elnöki palota és kormányzati negyed makettje. És itt van ő, a legfőbb tervező, főépítész és építető egy személyben. Nem sokára ilyen lesz Bukarest történelmi város központja. Itt épül fel a Ceausescu-polisz, hatalmas, széles bulvár, a szocializmus győzelmének útja torkol majd itt egy római fórumokra emlékeztető térbe. Ez a felvonulási tér félmilliós tömeg számára készül. A rendezett oszlopokban masírozó tömegeket eleve betervezték a tér architektúrájába, hiszen a szerepük is pusztán ennyi, jól mutató dekoráció. A teret a köztársaság háza, egy nagy építészeti tömegű államfői palota uralja majd. Ezeket a házakat már kiürítették, csak a buldózerekre várnak. Mintegy 40 ezer embert költöztettek innen új lakóhelyre, az itteneknél lényegesen rosszabb minőségű lakásokba. A külön ecélre készült román film szerint, amelynek egy részletét láthatják, az Uranus negyed elhanyagolt, lerombott városrész omladozó házakkal és foghíjakkal. Baloldalt már új épületeket látunk, amelyek a bulvárt szegélyezik majd, és építészeti funkciójuk, hogy mintegy felhívják a figyelmet a köztársasági palotára, az állami és pártvezetés jövőbeni székházára. Itt a makettjét látjuk, 1984. október 24-e. Ceausescu lerakja az épület alapkövét. Az alapkövel együtt befalazott fémtokban díszes oklevél hirdeti az utókor számára. Ez az épület a román nép azon akaratának bizonyítéka, hogy fővárosukat nagyjá és tekintélyessé tegyék. Párizsban Eugène Ionescu a világhírű drámaíró vezetésével egyesület alakult a román kulturális építészeti emlékek megóvására. Eleinte nagyon nehéz volt anyagokhoz, dokumentumokhoz jutnunk. Idővel azonban egyre többen segítettek nekünk, és ma már tekintélyes mennyiségű anyaggal rendelkezünk. Hogyan jutottak hozzá ezekhez az anyagokhoz? Ezt nem mondhatom meg, mert ezzel bajba sodornám Romániában élő segítőinket, akik nagy veszélyeket vállalva szerezték meg, és csempészték ki ezeket a bizonyítékokat. Célunk az, hogy megmentsük a kultúrát Romániában, beleértve ebbe az ott élő nemzetiségek kultúráját is. Tehát nem csak a románokét, hanem a svábokét, szászokét, magyarokét is. Mert nem csak az építészeti emlékeket fenyegeti a pusztulás, hanem a kultúrát is. Ami ma Romániában folyik, a szabályszerű népirtás, még ha nem is embereket pusztítanak el, hanem kulturális értékeket, a Romániában élő népek közös történelmi kincseit. Egy régi metszet az uralkodó székhelyéről. Ebben a városrészben korábban számos régi templom, kolostor és más nagybecsű építészeti, kulturális emlék állt. Mi történt most velük? Ott, ahol ma gigantikus felvonulási terület csúfítja el a városképet, nemrég még olyan műemlékek álltak, mint az Alba Postaván, a régi és az új Spirea templom.
Ezeket 1984 márciusában bontották le. Azt beszélik, hogy az építőmunkások nem vállalták a rombolást, mire katonai robbantóegységeket rendeltek ki. Az izvorult amatúri templomot 1984. augusztus 4-én rombolták le. De csákány alá került számos értékes régi villa, egy kórház és egy zsinagóga is. Az Antim kolostor 1718-ban épült. Egyik szárnyát azért bontották le, mert útjában volt az egyre közelebb nyomuló toronydaruknak. A szinódus épületét pedig 20 méterrel arrébb tolták. Egy másik kolostor, a Vakaresti csak nem teljesen eltűnt a földszínéről. Az egykori Kontricenti kolostor, amely később királyi rezidencia, majd úttörőház volt, most Elena privát rezidenciája lesz. Az Antim környékén mindenütt ugyanez a kép, és mindezekről a károkról és pusztításokról az ortodox egyháznak egy szava sincs. Vagy lehet, hogy van, csak nem mondja ki. Nemzeti kincs, felbecsülhetetlen értékű építészeti gyöngyszem a 16. század végén épült Mihail Voda templom. A szocializmus győzelmének építése miatt ennek sincs itt helye többé. Egy műszakilag és költségében is rendkívüli ráfordítást igénylő eljárással kerekekre emelik a 3000 tonna súlyú templomot, és 250 méterrel eltolják helyéről. Szintén arrább tolták, sőt tengelyében is fordították a Situl Marcilul, az Olari, a Szinte Ilie és a Kapra templomokat, amelyek ma eredeti helyüktől 60-240 méter távolságra állnak. Amennyiben a bulvárt a későbbiekben az eredeti terveknek megfelelően további 4 kilométerrel meghosszabbítják, az említetteken kívül még legalább 20 templomot és műemléképületet kellene lebontani vagy áthelyezni. Bukarest arculata teljesen megváltozik. Toronydaluk labirintusában növekszik a jövendő városközpont, az államelnöki palota, vagy más néven a köztársaság háza. Az építési területet hermetikusan lezárták. A kíváncsiskodókat gumibotos őrök tartják távol, illetve zavarják el. Az emberek mindezt passzivitással, fatalizmussal és türelemmel viselik. Ahogy egy román közmondás tartja, a kukoricakása nem robban fel. A mai románok jelenvonása merőben ellentétes a latin-román származással. Csak hogy az történt, hogy egy kommunista rendszerben egy akkor 47 éves, rendkívüli fantáziával megáldott férfiú került a hatalomra. A nemzeti karakter, az egyéni jellemvonások és egy totalitárius rendszer, ezek határozzák meg a mai Románia jellegét. 40 ezer embernek kellett egyik napról a másikra lakóhelyet változtatnia. Sokan közülük inkább az öngyilkosságot választották. Az elköltözöttek jó részéről azt sem tudni, hová telepítették őket. Sokan még az életük során keservesen összegyűjtött ingóságaikat is elveszítették. Gondoljon csak bele, erről az egész területről mindenkinek távoznia kellett. Egy régi belvárosi részből, ahol pedig rengetegen laktak. Nézze csak meg, mekkora területet romboltak le, most pedig itt folytatják. Ekkora részeket szabdaltak ki Bukarest testéből, és mindezt egy ilyen utopisztikus elképzelés miatt, hiszen ez puszta utópia, nem egy ember léptékű világ. Ismét a hivatalos román filmet látjuk, és benne légi felvételeket Bukarest óvárosáról. Hallgassuk csak az angol nyelvű szöveget. Már Karós Blad fejedelem is át akarta építeni, ki akarta bővíteni a várost. Évszázadokon át nem folyt szervezett várostervezés. Paul Foksa várostervező mérnök azt állítja, hogy a kiköltöztetett családok maguk választhatták meg, hová kívánnak költözni. Sokan így közelebb kerültek rokonaikhoz vagy munkájukhoz. Ezeken a régi felvételeken a város szélén épült új lakótelepeket látjuk. Hasonlóan szép és korszerű lesz nem sokára az egész város, bizonygatja a speaker. Majd így folytatja. Mindannyian olyan környezetben szeretnénk élni, amely mindenben megfelel óhajainknak, és Bukarest ilyen irányba fejlődik. Pillantás a fórumra az épülő köztársasági palotával. A sietség szemmel látható. Talán még soha nem építettek Romániában egyszerre ilyen sokat, és főleg ilyen gyorsan. Ez az épület olyan szörnyűséges, már a közreadott tervek szerint is, hogy ebből semmi szép nem jöhet ki. Mi itt megpróbáltuk rekonstruálni, milyen is lesz majd, ha elkészül. De én, mint építész, egyszerűen nem is tudom épületnek tekinteni ezt a palotát. Nem. Hát ez még palotának se jó. Ez pusztán egymás hegyén hátán össze
Hind építmények konglomerátuma. Előtte meg egy nagy bulvár, egy prospekt, egy sugárút, talán orosz mintára, ami több mint 150 méter széles, és mindenféle kisebb-nagyobb házak szegélyezik. Da steht ein Haus über anderen, da kommen noch Häuslein dabei und a rumänische Stil. De legalább román stíluselemekkel. Ennek semmi köze a román építészeti stílushoz. Ez egy maximum kompozitum, egy abnormális építészeti koktél. Ganz anormale Architektur. Róma hamar feledésbe merül, ha nem őrzik meg emlékét, épületei és az írásos emlékek. Románia legvastagabb könyve, 660 oldal, méretei 34x24x6 cm, súlya 3 kg 73 deka, és róla szól. Szerény címe csupán ennyi, hódolat. Ceausescu természetesen maga is írt könyveket, és beszédeit is megjelentette. E műveket Romániában fordították, és külföldön terjesztik, hogy kiolvass őket, ki tudja. A dicsőítés eme egyedülálló enciklopédiája tartalmazza a kondukátorról készült festmények és Huldigungsdruck prägt heute die rumänische Kultur. Diese Bilder sind die Staatskunst der Epoche Ceausescu. A te nevedet szólítják. Hangzik egy vers első sora. Természetesen arról sem feledkeztek meg, hogy valamennyi kitüntetését bemutassák. Egy másik vers pedig így kezdődik. Szemeiből rózsák hajtanak ki, pillantásában szikra gyúl. Nevétől hangos az ország, és mindannyian Nikolaj Ceausescu csillagképét követjük. Számos doktori diplomájának egyike. Az ország írástudai meglepően egységes hangon nyilvánulnak meg. Az élükön egy olyan nagy elme áll, amelyben, ahogyan egy másik versben olvashatjuk, ezüstös agysejtek dolgoznak szüntelenül az ország jobbításáért. A kommunizmus Kárpátokkal felérő csúcsa. Világító torony. A lángelmék lángelméje. Hangzik néhány további ritmusa. Tudor 1980. januárjában így írt róla egy folyóirat hasábjain, szó szerint idézett. Ő a jó, legfőbb megtestesítője. Az egész földkerekségen visszhangzó szava felemelte hazánkat. Ő, aki mindkét félteke csodálatára méltó. Ő a mi földön járó istenünk. Térjünk vissza a személyi kultusz sugaras mezeiről a hétköznapok lapájaira. Még pontosabban ennek a gyalogos aluljárónak a sötétjébe. A mozgó lépcsők állnak, pedig a pártköltészetben Románia feltartózhatatlanul halad. Az áramtakarékosság jegyében kikapcsolták a közvilágítást is, helyette a korszak sugárzó fénye világít. Romániában látni a leghosszabb sorokat az egész keleti tömbben. Minden fontos közélemezési cikket, olykor még a kenyeret is jegyre adják. Ha a hosszas sorállás után végre bejutunk a boltba, vagy mint itt, egy gyors büfébe, bizony nem valami dúskínálattal találkozunk. Hús szinte alig kapható. Pedig az országban 7 millió szarvasmarhát, 14 millió sertést és 16 millió juhot tartanak. A hústermelés nagy része azonban export célokat szolgál. Kivitel elsősorban a közel-keletre irányul. 1982-ben egy úgynevezett tudományos táplálkozási programot vezettek be. Fő céljai a napi kalóriabevitel csökkentése, átállás a készételek fogyasztására és egy országos méretű népkonyha jellegű kantérrendszer kiépítése. A kenyérgyárak már is kifejlesztettek úgynevezett egészségóvó élelmiszereket. De meglehetősen kétes külsejű és ízű nyalánkságok, például
például a fiburan elnevezésű kenyér hidrogén-szulfid rostokból készülnek. Az eljárás lényege, hogy a növényi eredeti anyagokat szulfiddal dúsítják. Egy másik élelmiszercsoport alapanyaga búzacsira, gersli és egy emberi fogyasztásra alkalmassá tett gyomnövény. Mind-mind olyan anyagok, amelyeket eddig csak takarmányozás céljára használtak. Ezeknél bizonnyal jobb ételeket szolgálnak fel a megszámálhatatlan állami és pártfogadáson, mint például itt a Ceausescu 60. születésnapja alkalmából adott díszebéden 1978-ban. Romániai munkahelyek. Az átlag kereset körülbelül 3000 lej. Egy színes tévékészülék 14000 lejbe kerül. Egy kis autó ára egy munkás 3 évi keresetének felelt meg. A falon látható jelszavak a korszak dicséretét zengik. Kár, hogy nem lehet velük befűteni, gondolhatták sokan az elmúlt télen, amikor az egyik legelterjedtebb vicc így hangzott. Csukd be az ablakot, mert megfáznak a járókelők. A gyerekeket már egészen kiskorukban feleskedik a párthoz való hűségre. Az eskü után pedig ilyen dolgokat kell énekelni. Dicsőség és glória övezze pártunkat, s bölcsvezetőnket, akinek minden gondolata népünk boldogulása. Tanóra az egyik német nyelvű iskolában, amelyek száma egyre csökken. Az elnyomás légkörében a német kisebbség nem tudja kibontakoztatni képességeit. Schmackhaften Salat oder sagen wir eine Spinatsauce, genau. Ilyen nyomorszult receptek jelzik az erdélyi szászok és a bánát és vábok évszázados kultúrájának letűnését. Nájár Vég című német nyelvű napilapnak is be kell állnia, akárcsak az egész román sajtónak, a kondukátor dicsőítő kórusába. Suharto indonéz elnök 1985. szeptemberi fogadásán készült fotón szorgos retusvör kezek lényegesen megfiatalították Ceausescu fejét. Mivel az arányok így is jelentősen eltolódtak, a retusálás még a laikus szemlélő számára is nyilvánvaló. Ceausescu igazi arca nem ez, amelyet ezen az 1985. december 18-ai címlapon láthatunk, hanem ez, amely tavaly október elején készült róla Li kínai miniszterelnök társaságában. Válogatás a német nyelvű lap beszámolóiból, a Ceausescu házaspár kínai és észak-koreai útjáról. A románok sosem láthatják legfőbb vezetőjük igazi arcát. Az ország különböző részein tett látogatásaikor a nagy közönség mindig csak messziről, testőrei fedezetétől takarva láthatja. A televízió sem mutat róla soha közeli felvétel. A sajtóban megjelenő premierplán fotók erősen retusáltak, külföldi sajtótermékekhez pedig Romániában nem lehet hozzájutni. A televízió adása inkább miniatúrának nevezhető, mivel a műsor csak 2 órás, az ország északkeleti részén, aki csak teheti, átkapcsol a magyar TV műsorára. Ilyenkor a 2 milliós magyar kisebbség tagjai gyakran szinkronban fordítják román szomszédaiknak gulyás kommunizmus mesevilágáról szóló beszámolókat. A román televízió műsora 22 órakor véget ér, de a néző, aki a kihunyt képernyőről kipillant az ablakon, alig ha csábul éjszakai csatagolásra. Az utcákon nincs közvilágítás. Európa legsötétebb fővárosában az éjszakai életet is nullára csavarták, akár egy petróleum lámpát. Így aztán nem marad más választás, mint hogy az emberek a rádióban megkeresik a Szabad Európa adását. A romániai tömegkommunikációs sivatagban a Szabad Európa rádió különösen nagy visszhangra talál. Azt mondják, csak nem minden második román hallgatja. Akárcsak Magyarországon, itt Romániában sem zavarják az adásokat. Romániában másképp járnak az órák, de az idő itt is későre jár. Bukarest 1985. december eleje, közeleg a tél. Az autókat gondosan becsomagolják. Az emberek újabb autózási tilalomra számítanak. Ezúttal valamivel könnyebben fogják elviselni, mert már működik az új metró első 24 kilométeres szakasza. 2 további vonal építés alatt áll. Az előző tél tapasztalatai alapján mindenütt óvintézkedéseket tettek. A külügyminisztériumban például pótfűtőtesteket szereltek fel, nehogy Románia más országokhoz, például Ausztriához fűződő kapcsolatai túlságosan lehűljenek. A tél eddig viszonylag enyhe volt, néhány bolt mégis lehúzta a rolót. Az egyre szigorodó energiatakarékossági intézkedések miatt nem tudnak tovább árusítani.
Nem sokára itt a karácsony. Az áruházak kirakatai megfeszített igyekezetről tanúskodnak. A fekete piac utcáin nagy a tumultus. A meghatározó pénz nem, a Kent cigaretta. A rendkívül alacsony árak láttán gondoljunk a már említett átlagkeresetekre. 3000 lej. Német nemzetiségi lányok a fenyőfáról énekelnek. Du grüßt nicht nur im Sommertag, denn auch im Winter, wenn es schneit. Szinte mind a 300 ezer német szeretne kivándorolni az NSZK-ba. Ez azonban igen nehéz, és személyenként mintegy 60 ezer shillingbe kerül. Karácsonyfáért is sorba kell állni. Lehet, hogy Romániában tényleg nem ismerik az inflációt. A reálbér csökkenés viszont egyedül az elmúlt 3 év során elérte a 10%-ot. Az úgynevezett népi ellenőrzés szigorúan ellenőrzi a magánháztartások áramfogyasztását. Minden szobában csak egy maximum 40 wattos égőnek szabad működnie. Éjszakai homályba borítva a lakásokat. Egyre újabb és újabb lyukokat kell fúrni a mindszorosabbra húzott nadrágszíba. Ez a piros könyvecske pedig mind ennek az ellenkezőjét ígéri. Mégis úgy tűnik, hogy a könyvesbolti kirakat többi eladhatatlan irományával együtt ez sem gyakorol túl nagy vonzerőt a könyvimádókra. A szellemi élet elitjének nagy része, amennyiben tehette, emigrált. A legtöbb román emigráns ellenségesen áll szemben a hazai rezsimmel. Velgirka Néze egyik ekkorunk legjelentősebb román íróinak párizsi emigrációjából maró iróniával átadott nyilatkat eregett a Pondukátorra. Ceausescu emiatt állítólag külön bérgyilkosokat bízott meg elhallgattatásával. Ez pedig nem volt más, mint Matej Hajdukú. Ő azonban azon mód önként jelentkezett a hatóságoknál, és igencsak intim részleteket teregetett ki a hatalom belső köreiről. Kanéze így beszél Ceausescuról. Az én generációm azt a szomorú örökséget kapta szüleitől útravalóul, hogy javulásra, változásra semmi remény. Amíg a Szovjetunió össze nem omlik, minden marad a régiben. Romániában a kommunizmus elitelrendszere Ceausescu személyében igen különös, mondhatnám, rendkívüli személyiséget röpített piramis a csúcsára. Ceausescunak hosszú és módszeres munkával sikerült környezetét rávennie, hogy szemreben és nélkül elfogadják legelképesztőbb agyszüleményeit is. Szinte észrevétlenül válta ki, formálta tehetetlen bábá az ország gazdasági és szociális intézményrendszerét. Ennek eredményeként ma ott trónol e morbid rendszer tetején, amely a világ legdemoralizálóbb rendszere. Fennjan 1985. október közepe. Kim Il-sung rendszere az egyetlen a világon, amely hasonlít Ceausescuéra. Ceausescu kínai látogatás után hazatérőben megállt Fennjanban. Kim Il-sung 100 000-es tömegeket mozgósított fogadására. Akárcsak Koreában, ahol Kim fia kijelölt utód, Romániában is számos jel arra utal, hogy egy családtag az első számú vezető pozíciójának várományosa. Hogy ez a családtag Mikuje vagy Elena, ma még nem lehet tudni. Prágai repülőtér 1985. november 21-én. Huszák pártfőtitkár és államfő fogadja Ceausescut, akit a többi keleti dömbeli vezetővel együtt ide rendeltek. A Kreml nagyfőnöke, Gorbacsov, tájékoztatni kívánja őket régen elnökkel folytatott megbeszéléseiről. Ez már a Kreml új stílusa. Ceausescu magával hozta új külügyminiszterét is. Néhány héttel korábban a Kondukátor ismét mozgásba hozta rotációs körhintáját. Ceausescu az esetleges frakciózások elkerülésére és hatalmának biztosítására időről időre lecseréli minisztereit. Senki sem szakosodhat valamilyen speciális területre, senki sem mélyülhet el valamely feladat megoldásában. Gorbacsov megtartja fellépését. Az új dinamikus moszkvai vezetés leszűkítette a kelet-európai országok mozgásterét. Különösen érvényes ez Ceausescura és hangsúlyozottan független külpolitikájára. Gorbacsov üdvözli Jeruzsálszki tábornokot majd a román államfőhöz és pártvezetőhöz lép. A Kremlben uralkodó új stílushoz képest a román kommunizmus ósdinak és avitnak van. Ceausescu bemutatja Gorbacsovnak új külügyminiszterét. Igen valószínű, hogy Gorbacsovnak lesz beleszólás a Ceausescu utódlásának kérdésébe. Vajon ki fog ebben még beleszólni? Talán a román hadsereg? Kétségtelen, az egyenruhái szépek. Itt, ezen a katonai parádén megcsodálhatjuk őket. De egyébként ez a hadsereg rosszul fizetett és rosszul felfegyverzett. Ceausescu
Ceausescu, aki mellett jobb oldalt, Olteanu honvédelmi minisztert látjuk, a katonai vezetés tagjait is rotáltatja. Testvére Ilie politikai főcsoport főnökként őrködik a sereg megbízhatósága fölött. Mégis úgy tűnik, hogy a magasrangú tisztek körében növekszik az elégedetlenség amiatt, hogy a katonákat mind sűrűbben vetik be, nem katonai jellegű feladatok végrehajtására. A Fekete-tengeri csatorna építésében például több tízezer katona vett részt. Az elmúlt ősszel a katonaságnak kellett átvennie a hőerőművek felügyeletét. Ahogy a gazdaságot militarizálják, úgy gazdaságosítják a hadsereget, állapítják meg nyugati megfigyelők. Egyre több szóbeszédet hallani egy Moszkvához hű katonai frakcióról. Tavaly decemberben, mintha meg is mozdult volna valami. Olteanu honvédelmi minisztert moszkvai látogatása során elhalmozták kitüntetésekkel. Három nappal a Szovjetunióból való visszatérése után Olteanut felmentették a tisztségéből, helyét korábbi elődje vette át. Nyugati elemzések szerint a legutóbbi rotáció alkalmával Elena pártfogoltjai törtek előre. Ezt jelzi az a hirtelen kibontakozott párhuzamos személyi kultusz is, amely Ceausescu körül tapasztalható. Egy nagy asszony dicsőségét bizonyítja a tudományunk és politikánk egysége. Egy nagy asszony dicsőségét bizonyítja a kutatás és a humanizmus szoros egysége hazánkban. Fejezzük ki szeretetünket egy nagy asszony iránt azért, hogy a technika és a béke akarat szorosan összefonódik. A költők úgy tűnik átkapcsoltak, és mostanában inkább Elenáról faragnak verseket. Január 8-i születésnapja tiszteletére előbb egy olasz, majd egy görög kiadónál is megjelentették válogatott műveit. Azt tartják róla, hogy határtalanul becsvágyó és intelligens. Mindenekelőtt az állami és pártkáderekkel foglalkozó bizottság élén betöltött funkciójából fakadóan mindinkább növekszik befolyása a párton belül, hiszen e funkciójában ő felügyeli az összes fontosabb előreléptetést. A politikai bizottságon belül még nem volt példa frakciózás vagy ellenszavazatra. Mindenki mindig mindenre igent mond. Elena és férje 1981-es ausztriai látogatásuk során. Elena nem vesz részt külön hölgyprogramon. Akár a melki apátságot tekintik meg, akár ipari vállalatot látogatnak meg, ő mindig ott látható férje oldalán. Ceausescu külföldi látogatásai során a keleti tömb hagyományaival ellentétben mindig aktívan részt vesz a politikai megbeszéléseken. Egy időben úgy tűnt, mint a Ceausescu fia Niku lenne a kijelölt utód. Ez aztán szinte egyik pillanatról a másikra megváltozott. Tavaly Ceausescu igen gyakran látszott fáradtnak, kimerültnek és betegnek. Annál energikusabban lépett az előtérbe Elena. De térjünk vissza az 1985-86-os romániai télbe. A bukaresti horizonton sorakozó gyárkémények a kudarc szimbólumán. Ceausescu erőltetett ütemben forszírozta a nehézipar fejlesztését. Az elkészült nagy beruházások között 20 millió tonnás acéltermelésre méretezett kombinátokat is találunk. De ma az országban összesen 14 millió tonnát termelnek évente. Az olajfeldolgozási kapacitást 35 millió tonnára növelte, kereken duplájára emelve a korábbi termelési kapacitást. Az ország kimerült földjeiből ezzel szemben 1984-ben összesen 14 millió tonna olajat termeltek ki. A Szovjetunió a kielégítetlen szükségletekhez képest csak cseppekkel siet Románia segítségére. A 2 milliós Bukarestben egy műszakban egyszerre mindössze 3 benzinkút üzemel. Ennél a ploesti üzemanyag töltőállomásnál is véget nem érő autósor várakozik. És mintha a várakozók egész Románia várakozását jelképeznék. Újabb és újabb dekrétumok jelennek meg. Az államfő és pártvezető nem fogy ki a tervekből. Így például 1983. március óta előírás, hogy a lakosságnak minden írógépet regisztráltatnia kell a rendőrségen. Egy tavaly nyári törvénytervezet minden arra képes állampolgárnak évi 6 napi fizetés nélküli munkakötelezettséget ír elő. Aki ezt nem teljesíti, annak büntetést kell fizetnie. Hasonló rendelkezés vonatkozik ezekre az autótulajdonosokra is. A románok végtelen türelemmel várják az újabb és újabb elképzeléseket, terveket, s alig, hanem ez az egyetlen dolog, amire nem hiába várnak. Egy ilyen újabb terv például, hogy Bukarestet egy Dunához vezető összekötő csatorna révén kikötővárossá fejlesztik. Ceausescu egyik szeptemberi beszédében jelentette be, hogy a tervek szerint minden idős személyt és nyugdíjast városból vidékre fognak telepíteni. Miközben mindezeket elmondtuk, még mindig nem fogyott el a példásan várakozó autósok sora. Ugyanígy nem fogynak el azok a mendemondák, szóbeszédek sem, amelyeket ilyenkor
sorbaállás közben mesélnek egymásnak a várakozók. Na, és hadd idézünk itt egy román közmondást is. A lehajtott fejet nem találja el a lesújtókart. A tekintélyes párizsi folyóirat, a L'Express decemberben ezzel a szenzációs címmel jelent meg. Egy uralkodó szörnyű végnapjai. A kommunizmus beteg embere, írt a Ceausescu-ról az Economist című jó nevű britlap. Újra a bukaresti parlamentben vagyunk. Ceausescu beszél 1985 márciusában eskütétele után. Ő, a nép egyszerű fia, megtagadta saját gyökereit. Ahelyett, hogy megmaradt volna a föld becsületes művelésénél, erre építve föl fokozatosan, mind több és többet, ő acélműveket és petrokémiai kombinátokat ültetett, és most egyre gyengülve imbolyog akárcsak gyárkéményének füstje. Olyan személyiségű, akit csak a totális hatalom csábításán keresztül lehet lényegében megragadni, értelmezni, de még így is sok minden megmagyarázhatatlan marad. Idézzük ismét a Nobel-díjas Elias Kanetet. A titok a hatalom legbelső magvában rejlik. Amíg a hatalom erőteljesen és ismeretlenül nyilvánul meg, az emberek sok mindent hajlandók elviselni. Bármikor is záruljon be az ajtó Ceausescu, és a Ceausescu korszak mögött ez a titok megmarad.